Köszönöm szépen, és én is üdvözlök mindenkit. Megpróbálunk megfelelni ennek a kihívásnak, hogy itt ebéd után valóban kicsit felrázzuk a társaságot. Én vagyok a Krázi Zoltán, a GSF Magyarországtól. Egy kettős előadást szeretnénk a következő 25 percben itt megtartani. Ahogy a cím is mutatja, szabványokról beszélnénk, illetve IT megoldásokról. És mint ki fog derülni, én fogom képviselni alapvetően a szabvány területeket, és a Péter pedig az IT megoldásokat társítja majd a szabvány megoldásokhoz. Tehát amiről mi ma beszélnénk, az, hogy hogyan lehet a... Ugye ma délelőtt is elhangzott többször már a szabvány szó, örült is a szívem, hogy mindenki szeretne szabványosítani, illetve elhangzott az, hogy RFID vonalkódok. Szerintem ez sokakat tényleg, ezeket a szavakat ismerik. Néhány gondolat a GS1-ről, nem tudom, hogy... És akkor egy kis tornára invitálom önöket, hogy maga a GS1 az ki az, aki ismeri a GS1-et, mint szervezet, vagy mondjuk mivel foglalkozik. Oké, nem sokan. Jó, ezen majd remélem, hogy teszünk az előadás végére, hogy ne így legyen. És ki az, aki találkozott már a GS1 szabványokkal, vagy esetleg használta már valamilyen módon, akár magánemberként? Senki? Néhány? Ketten? Jó. Hát elárulom, hogy mindenki használta magánemberként már a GS1 szabványokat, mert amikor bementek bármilyen élelmiszerboltba, és a kasszánál leolvasták a kódjait, a vonalkódjait a terméknek, az egy GS1-es vonalkód volt, és egy GS1-es azonosító szám volt, amit használt ott a pénztáros, és önök is nyilván ilyen módon nap minden találkoznak vele. Nagyon sok megoldásban használják a szabványainkat. 40 éves múltra tekint vissza a szabvány, és az élelmiszeriparban kezdték el bevezetni jellemző módon a pénztáraknál. Manapság 20-25 szektorban használják, és az egészségügy az egyik olyan szektor, ahol dinamikusan nő a szabványoknak a használata. Tulajdonképpen azt lehet mondani a szabványról, hogy mire jó a szabvány, arra jó jellemzően, és a GS1 szabványokat is erre hozták létre, hogy hatékonyabban lehessen velük működtetni folyamatokat. Ugye józan paraszt észre, hogyha valaki valamit sokan egyforma módon csinálnak, akkor azt valószínűleg olcsóbban lehet megcsinálni, mint hogyha mindenki maga kitalálna valamit, és olyan módon működtetne berendezéseket, folyamatokat. Mi is ilyen módon szabványokat képviselünk, non-profit cégként működünk. 150 országban van jelen a szabványunk, és ebből 111 olyan ország van, ahol ezekben az országokban egy-egy cég, egy-egy vállalat segíti a felhasználókat abban, hogy megfelelő módon tudják ezeket a szabványokat felhasználni és bevezetni a folyamataik részeként. A megoldásaink, szabványaink az ellátási lánc teljes szereplői, vagy valamennyi szereplője részére hasznosságot, hatékonyságot nyújt, vagy előnyöket biztosít. Ilyen módon a gyártók számára, nyilván az ő alapanyag beszállítóik számára épp úgy, illetve az ellátási lánc többi szereplőinek, a logisztikai szolgáltatóknak, nagykereknek, vagy akár a kiskereskedelmi forgalmazóknak, illetve a felhasználóknak, akik lehetnek mondjuk fogyasztók, vagy lakosság, vagy betegek, ki hogyan apostrofálja őket, vagy melyik iparágban vagyunk, számukra is egységesen kínálnak megoldásokat. Egy közös üzleti nyelvként szeretjük magunkat apostrofálni, pont ebből kifolyólag, hogy minden érintett szereplő egységesen tudja felhasználni ezeket a megoldásokat, beintegrálni az informatikai rendszerébe, hogy nem minden szállítónak mondjuk más megoldást kell kitalálnia, és nem minden fogadó fél egy másik megoldáshoz kell, hogy illessze a rendszereit, és ugye itt jellemzően most is az adatokról beszélünk elsődlegesen. Ami a szervezetünk, amivel foglalkozik, azok jellemzően szabványoknak a létrehozása, felhasználók segítségével, tehát a felhasználók vesznek részt a szabványalkotási folyamatokban. Itt az egészségügy területén nyilvánvalóan kórházak, orvostechnikai eszközgyártók, gyógyszergyárak, logisztikai szolgáltatók vettek részt annak idején a nemzetközileg a szabványfejlesztésben, és jellemzően az azonosítási területekre kínálunk megoldásokat a szereplők számára, majd fogok mutatni még egy képet, hogy mi minden tartozhat ebbe. Az azonosításon túlmenően, hogy ott a cél az, hogy egységesen tudjunk hivatkozni dolgokra, mondjuk egy darab gyógyszeres dobozra, vagy egy darab konkrét egy személy betegre, ugyanazt a beteget, ugyanazt a gyógyszert, ugyanazt az orvostechnikai eszközt értsük azonosított egység alatt, amit azonosítottunk, és mondjuk vonalkóddal, vagy RFID-val megjelöltünk. A következő rész pont ez a terület, az adatgyűjtés segítése, hogy ne manuálisan kelljen bepötyögni az információt adott betegről, adott termékről egy informatikai rendszerbe, és tudjuk azt nyilvántartani, hanem mindezt automatikusan egy pittyentéssel, egy szkenneléssel tudjuk az adatokat bevinni gyorsan és hibamentesen a felületekre. A harmadik nagyobb terület pedig az adatoknak a továbbítása, hogy rendszerek között ezeket az adatokat hogy tudjuk úgy továbbítani, struktúrált módon, hogy ezeket az adatokat a fogadó rendszerek egységesen tudják kezelni, feldolgozni,
és ne kelljen fordító kulcsokat használni a lehetőség szerint minden ilyen adattovábbítást követően. Nagyon sok vállalattal dolgozunk együtt, nyilvánvalóan itt nem csak a magyarországi GS, egy Magyarországot kell érteni mögötte, hanem a brüsszeli központunk, illetve a másik 111 országnak a tagszervezete kapcsolatban van szinte majdnem az összes gyógyszergyártóval nemzetközi szinten. Kapcsolatban vagyunk azokkal a szabványosító szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel, akik esetleg valamilyen módon tömörítik ezeket a vállalatokat vagy hatóságokat nemzetközi módon. Illetve hatósági szereplőkkel is kapcsolatban vagyunk több országban, akik a helyi szabályozásokat nyilván létrehozzák, itt az amerikai FDA-tól kezdve nem is sorolom a többit. Nagyon sokan használják már és integrálták szabványainkat adott országnak a jogszabályi rendszerébe. Amit a GS1 az egészségügy területén kínál, ugye ez az sokrétűbb, többrétűbb, itt a gyógyszerazonosítástól kezdve a gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök azonosításán át, de nyilvánvalóan ehhez tartozhat a különböző ellátó rendszerekben a felhasználásoknak a nyilvántartása, a betegazonosítás, a különböző beszerzéseknek a hatékonyabb betétele, készletnyilvántartás, dokumentáltság, dokumentálhatóság területe, ez mind a mi szabványainkkal biztosítható. Olyan módon, hogy egységes módon tudják megoldani ezeket a kórházak, illetve a rendelő intézetek, nem mindenhol egyedi rendszereket kell telepíteni, és a beszállítókat egyedi rendszerekhez igazítani, hanem egyformán lehet ezeket az elvárásrendszereket megfogalmazni a szállítók felé, akik így, ilyen módon hatékonyabban és nyilvánvalóan olcsóbban tudnak szállítani, mint hogyha mindenhol egyedi megoldásoknak kellene megfelelniük. Tulajdonképpen ez is a szabványnak a lehető legnagyobb haszna, hogy egységes elvekre teszi a azonosítási, nyomonkövetési elveket, és ezáltal egy hatékonyabb nyomonkövetést tesz lehetővé. Ha ma Magyarországon mondjuk a gyógyszerekre összpontosítva végig gondoljuk, akkor egy gyógyszernek az adatai sajnos azt tapasztaljuk, hogy nagyon eltérnek mondjuk egy patikai informatikai rendszerbe, egy gyártói informatikai rendszerbe, egy OEP informatikai rendszerbe, vagy egy OGI, vagy GEMS informatikai rendszerbe. Nyilván vannak átfedések az adatok között, de azt is látjuk, hogy vannak különbözőségek, és most csak így a gyógyszerről beszéltünk, nagyon sok mindennel foglalkozik, vagy nagyon sok eszközt és alapanyagot használnak fel a különböző kórházak, illetve rendelőintézetek. Hoztam egy ábrát, és kiemelném a gyógyszerterületet, ahol jelenleg Európában, de nemzetközi szinten is jellemző az, hogy akár egy gyógyszeres doboznak a falkartonán egyetlen csomagoláson mondjuk 17 országnak a zászlaja jelenjen meg, és ilyen módon mondjuk itt éppen 12 fajta különböző nyelvű szöveggel jelenjen meg a beteg számára az információ, és ez mondjuk 6 fajta vonalkóddal vagy kétdimenziós kóddal kerüljön feltüntetésre, éppen az adott ország hatósági elvárásának megfelelően. Nyilvánvaló, hogy ez a megoldás többletköltséget jelent a szállítónak, bonyolítja az áru átvételt és áru kiadást a logisztikai központokban, a beteg számára is az adagolásnál esetleg problémákat okozhat. Többek között ez volt az ok, amiért az európai gyógyszergyártók és egy egységes új jelölési megoldás fele indultak el, és ez lesz az a kétdimenziós kód és az adatstruktúra, ami már gyógyszeres dobozonként önálló azonosító számmal látja majd el a dobozt, és európai szinten egységesen kell, hogy ezeket gyártsák a gyártók, illetve ilyen egy adott konkrét kétdimenziós kóddal jelöljék majd a továbbiakban. Patikai rendszereknek pedig ennek a kódoknak az olvasására kell felkészülniük, és hitelesíteniük kell a terméket eladás előtt, hogy ezt a terméket valóban legyártotta a gyógyszergyár. Ez nyilván csak akkor tud megvalósulni, hogyha ezek a kódok felkerülnek a dobozra, a jelenlegi azonosító számhoz képest új információk is megjelennek a terméken, a lejárati dátummal kezdve az egyedi sorszám szintúgy, és ezeket a kódokat képesek lesznek elolvasni, felhasználni, feldolgozni a logisztikai szolgáltatók, a patikák, illetve az orvosi intézmények egyaránt. Betegtájékoztatás szintén azonosítással, betegtájékoztatási rendszereket is erre építhetünk, hogy hogyan lehet a felhasználók számára is az információkat könnyebben, mondjuk egy okostelefonnal hozzáférhetővé tenni. Itt készült az Európai Gyógyszergyártók Szövetségének a részéről egy ábra, ami azt mutatja, hogy ezeket a kétdimenziós kódokat hogy és milyen módon fogják majd olvasni a ellátási lánc szereplői, és megbizonyosodni arról, hogy ez a termék biztosan jó.
Egy másik nagy terület az orvostechnikai eszközök témaköre, ahol ugyanilyen típusú egyedi termékazonosítás bevezetése indult el, és a rendszerekben ilyen módon ezeket egy ilyen UDI azonosító számként kell kommunikálni a hatóságok és a feldolgozó rendszerek számára. És még egy mobil eszközt hoztam, amit csak így csipegetve, csemegézve a megoldásaink között, egy demo eszközt, ami a nemzetközi felkérésre készült, és amely arra alkalmas, hogy most már demozhassa azokat a megoldásokat, amiket itt elmondtam, a betegazonosítástól kezdve a kórházi ágy vonalkodozásán túl, a különböző életmentő eszközöknek az azonosításán keresztül, hogy ezeket éppen hol, melyik betegnek, melyik személyzet közbenjárásával, mikor és ki használta fel, vagy vette igénybe. Ezekhez társulnak azok a hagyományos megoldásaink, amit az élelmiszeriparban már, és a vegyiparban és egyéb más szektorokban automatikusan évek óta használatban vannak, a különböző nyomonkövetési, logisztikai címkés és egyéb más megoldások. Mindez a hatékonyabb működést hivatottak segíteni, illetve nyilván itt az egészségügyben a betegbiztonság, nyomonkövethetőség, hatósági ellenőrizhetőség egy még kiemeltebb szempont a szabványaink igénybevételénél. És akkor engedelmükkel én át is adnám a szót Péternek, hogy ő pedig a IT eszköz oldalról, megoldás oldalról mutassa be, hogy milyen hozzáadott értéket tudnak a szabványnak a bevezetése során biztosítani. Erős napot kívánok mindenkinek! Remélem, hogy mindenki jól lakott, én már rég megtettem. Azt is remélem, hogy a következő bemutatandó anyagok inkább a desszertként szolgálnak, mint sem egy nehéz töltött káposztaként például. Amiről itt szó lesz, gyakorlatilag azoknak a szabványoknak a gyakorlati felhasználása és megfeleltetése, amelyeket Zoltán már ismertetett. Ezek azok a területek, amelyeken a szabványok alkalmazhatók, illetve eszközöket is megtalálhatunk a kerekesszéktől, az ágynemű azonosításon keresztül a vérmintáknak az azonosításáig, de akár egy nagyértékű eszköz felleléséig a kórházban. Miben segítenek ezek a megoldások nekünk a mindennapokban az egészségügyben? Először is azáltal, hogy kiszűrik a tévedésnek a lehetőségét az azonosításra, akár életeket is menthetnek, hiszen ha ne adj Isten rosszul azonosítanak egy pácienst vagy egy mintát, akkor a kezelés is eltérő lehet attól, mint ami szükséges. Másrészt lehetségesé válik a költségek csökkentése, bizonyos helyeken erre majd sort fogunk keríteni. Lehetővé teszik azt az adatmegosztást is, amiről már szó esett a különböző páciensekhez kapcsolódó adatokról, illetve eszközökhez kapcsolódó adatokról. Egy komplett és globális nyomonkövetést tesz lehetővé az eszközöknek, gyógyszereknek, bizonyos helyeken, bizonyos korlátozásokkal, akár a pácienseknek is, illetve nem utolsó sorban megfelelést biztosítanak a különböző szabványoknak és különböző előírásoknak, ami ahhoz kell, hogy a rendszerben legyen egy átjárhatóság. Tehát az egyik kórházban és a másik kórházban ugyanazt értsük ugyanazon az információn, és ne legyen mindenhol különböző megoldás, különböző rendszer. Az egyik gyakorlati példa egy olyan laborazonosítási rendszer, amit gyógyszerkísérletekkel foglalkozó cég alkalmaz. Ezt a rendszer számukra fejlesztettük annak érdekében, hogy a kísérleti gyógyszerek, illetve a kísérleti fázisban a különböző elvégzendő tesztek teljes mértékű azonosíthatóak, összerendelhetők legyenek. Itt látszik, hogy a teljes folyamat, a kiadás, visszavételezés, minták azonosítása, leletek összerendezése mind még megvalósul ezeknek az eszközöknek, illetve ennek az alkalmazásnak a segítségével. A vérkészítmény azonosítás hosszú évek óta megoldott vonalkó technikai eszközökkel egyértelmű azonosítás történik, viszont már odáig fejlődött ez a technológia, hogy akár egy olyan szenzoros azonosító eszközt is berakhatunk a vérkészítmény mellé, vagy közvetlenül egy adott tasakhoz is rendelhetünk, amivel végignyomon tudom követni, hogy a készítménynek a tárolása, szállítása az megfelelte az előírásoknak, és nem lettek kitéve valami olyan hatásnak, ami károsította azt. A
kórházakban elég nagy problémát jelent tudomásom szerint, mind a kórház oldaláról, mind pedig az egészségügyi anyagellátó, gyógyszerellátó cégek számára azt, hogy megfelelően, megfelelő gyorsasággal tudják azonosítani a különböző felhasznált anyagokat, amik a kihelyezett konszignációs raktárakban állnak rendelkezésre. Ezeknek a raktáraknak az értéke jelentősen nagyobb a hiányos adatok, illetve a lassú adatáramlás miatt, mint amekkorára szükség lenne. És ennek a problémának a kiküszöbölésére fejlesztettünk egy olyan megoldást, ami a jövőben a UDI eszköz, gyógyászati segédeszköz azonosítási szabványokon alapul, jelenleg még a meglévő HIBC kódokat használja, amit jellemzően ezen a területen használnak. Tehát az összes olyan segédeszköz alapanyag, amit egy műtőben vagy egy kórházban felhasználnak, az ezekkel az eszközökkel azonosítható, a rendszer segítségével azonnal módosítható a raktárkészlet, illetve online kapcsolatban állunk egy olyan szerverrel, ami utána információt tud szolgáltatni a beszállítónak is arra vonatkozó, hogy a készletet mielőbb módosítsa. Ez lehetőséget ad arra is, hogyha valamelyik kihelyezett raktárban hiány van egy eszközből, és tudjuk, hogy a másik helyen van, de jelentősen több, mint az átlagos felhasználás, akkor oda át tudunk irányítani. Tehát egy jobb átláthatóságot biztosítanak ezek a megoldások. A gyógyszernyomon követést azt hiszem, hogy kimerítettük, tehát ott túl sok újdonságot nem tudnék elmondani azon kívül, hogy az elkövetkezendő hónapokban, ha jól tudom, akkor az uniós szabályozás életbe lép, és 2018-tól kötelezővé válik ezeknek a jelöléseknek a használata. Ez jó is, rossz is. Jó azért, mert lesz egy egységes azonosítási rendszer, rossz amiatt, mert egy hatalmas felkészülési szükségletet jelent a gyógyszeripar, illetve a teljes gyógyszerelosztási lánc számára. Nem csak a gyógyszergyárak oldaláról, hanem itt a patikai informatikai rendszereket is föl kell készíteni, a kórházakat is föl kell készíteni arra, hogy ezeket az adatokat képesek legyenek megosztani egymással és továbbítani a megfelelő adatbázisokba. Ugye ennek a rendszernek a lényege a hamisítás kiszűrése, illetve a hibáknak a kiszűrése. Többször elhangzott az, hogy a hamisított gyógyszerek általában nem ezeken az elosztási csatornákon mozognak, de ettől függetlenül a rendszernek van egy hasznossága, ha csak azt nézzük, hogy a jelölés és az azonosítás egyszeressé válik Európán belül. A páciens azonosítás ugyanolyan fontos része ezeknek az alkalmazásoknak, ehhez különböző eszközöket is hoztunk. Például ezt a táskarádió formájú egyedi orvosi tabletet, ami a zseblámpától kezdve RFID olvasó és vonalkodó olvasó is található. Valószínű, hogy ilyen jellegű eszközök azok, amiken a jövőben majd hozzáférnek azokhoz az adatokhoz a páciensekről, ami a megfelelő kezeléshez szükséges. Meg ezem antibakterilésben van a túgy, hogy nyugodtan fogdoshatom és utána használhatjuk is. Gyógyászati segédeszköz azonosítás itthon nem annyira elterjedt, hogyha jól tudom, akkor elég nagy problémát jelent, hogy nagyon sok helyen régebbi, már az elhasználódás közelébe került eszközöket használnak, illetve az utólagos jelölés, utólagos azonosítás egy elég nagy gond. Ezeknek a jelölési megoldásoknak a segítségével lehet egy teljes sterilizációs folyamatnál biztosítani azt, hogy az eszközök azonosítása megtörténjen, és biztos, hogy a sterilizációs folyamaton az elején, illetve a végén beolvasva keresztül menjen. Ebből is fakadt itthon több probléma, ha jól tudom, akkor nagyon sok helyen még régebbi, elavultabb sterilizáló berendezéseket használnak, viszont az újabb berendezések, amik már a kórházi informatikai rendszerekhez hozzákapcsolhatók, azoknak az elérése nehézkes. És a szennyes az utolsó. A kórházi textíliáknak a mosásánál, tisztításánál legnagy problémát jelent az egyértelmű azonosítás, kihez jut az adott személyhez rendelt textília, milyen lemorzsolódás van, mennyi felesleges textília van a rendszerben. Ezeket mind-mind ki lehet küszöbölni egy-egy olyan RFID rendszerrel, aminek a megvalósítását itt is látják.
Ezek a diák, illetve ezek az anyagok mind gyakorlati példákból származnak, nem külföldről, hanem Magyarországról. Van olyan, ami csak pilotrendszerben él jelenleg, de van olyan, ami már gyakorlati életben is felhasznált. Bárkinek adunk szíves felvilágosítást a jövőbeni használatukról. A cégbemutató diám lemaradt, mert Zoltánnak kellett még egy-kettő hely, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ez a rész felkeltette az érdeklődésüket, akkor várok minden szíves érdeklődést az előadás után. Köszönöm szépen a figyelmet! Még egy rendezvényre hívnám fel az önök figyelmét, ami október közepén várható itt Magyarországon. A GS egy nemzetközi konferenciáját sikerült Budapestre elhozni, és itt lebonyolítani október 20-22 között. Várjuk mindenkinek a részvételét az eseményen. Jellemzően azok a területek kerülnek bemutatásra külföldi előadók, illetve magyar előadók révén, akik már ezeket a rendszereket bevezették és megtapasztalták. Egyrészt a kihívásait, hogy lehet ezt bevezetni, másrészt megtapasztalták azokat a előnyöket, amik már a bevezetést követően őket tudtak realizálni. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk az eseményre. Köszönjük szépen!